Nagy szeretettel köszöntök minden magyar hazafit. Köszönöm a meghívást a szervezőknek. És akkor szokásos köszöntéssel, bajtársak, adjon az Isten! Minden magyarnak! Mindent vissza! Mennem soha! Igazságot Magyarországnak! Magyar az, akinek fáj Trianon. Vajon a 21. század közepe felé haladva több mint 100 évvel a trianoni gyalázatot követően van-e még értelme mindezeket a jelmondatokat, idézeteket használni, tehetnénk fel a kérdést. De nem tesszük, mert a válasz egyértelmű. Természetesen van, hiszen a történelmi Nagy Magyarországot, a Szent Korona országát mindhiába szabdalták szét, valójában soha nem vesztettük el, és nem fogjuk elveszteni. Pontosan azért, mert soha nem mondunk le róla. A magyar emberek többségének a szívében benne él nem csak a remény, hanem kíséri sorsunkat az Istennek az igazsága, a Szent Korona országának a visszatérése, amely nem egy revizionista nosztalgia számunkra, hanem az egyetlen egy lehetséges jövőkép, és jelenleg az európai civilizáció túlélésének talán az egyetlen lehetősége. Nekem továbbra is meggyőződésem, hogy az előttünk álló évtizedekben hazánk a legerősebb bástyája lesz az európai civilizáció megvédésének, a globális diktatúra elleni harcunk közepette. Nekünk a nemzeti szervezetek tagjainak, és az évek óta szövetségben gondolkodó és dolgozó hazafias tábornak kell most olyan mértékben színre lépnie, amely mögött majd felsorakozhat, hogy mögöttünk fel tudjon sorakozni a tetrekész magyarság. A pillanat eljött, testvérek, de a harc nem lesz könnyű, hiszen Magyarországon még mindig rendszer szinten támogatják a bűnözést és a magyar ellenes erőket. Erre jó példa vagy rossz példa a jászság helyzete, ahol a Magyar Önvédelmi Mozgalom tagjai állampolgári joguknál fogva rendszeresen az utcákon vannak, ahol a jászapáti, jászkísér, jászladány az ördög háromszögében a bűnözői életvitelt folytató cigányság terrorizál, Jászberényben pedig az ott élő lakosságnak mindmár a 20%-át kitevő ukránok félemlítik meg most már rendszeresen a magyar polgári lakosságot. És hogy miként történhet meg mindez? A válasz egyszerű. Mert a hazánkban is jelentős befolyással rendelkező idegen érdekek az ősi igazsággal szemben álló új sátáni világrend egy újabb Trianont akar, de most már nem magyarországi Trianont, hanem egy az európai és az északi civilizáció nemzetállamainak a felszámolását jelentő Trianon. Nem hagyjuk. Egy nagyobb befolyást kell szereznünk, pontosan azért, hogy Magyarországon végre a magyar érdek érvényesüljön. Meg kell erősödnünk gazdaságilag, katonailag és a szakrális síkon is. Erős magyar gazdaság, tőkeerős magyar vállalkozások, ütőképes hadsereg, katonai és honvédelmi ismeretek oktatása és a hazafias szemléletre és hitre való nevelésre van szükség az iskolákban is. Ez kell, hogy legyen az alapja mindennek. A Magyar Önvédelmi Mozgalom nyári gyerektáborában már részben vagy teljes egészében ezekre az alapokra helyezve indítottuk el a tavalyi nyár folyamán a magyar Levente mozgalmat.
miközben az Ukrajnába pozícionált globális háború folyik mellettünk, amelybe nem szabad belefolynunk. De hála Istennek, most már van szövetségesünk a parlamentben is, és teszi a dolgát. Keményen harcol pártpolitikai szinten és a magyar érdekek mentén a Mi Hazánk mozgalom. Éljen! Éljen, éljen! Éljen a Mi Hazánk mozgalom! Éljen, éljen! Nekünk is ezt kell tennünk. Mindenkinek a maga területén harcolni, és építeni a szövetségeinket, erősíteni a szervezettségünket. Mert ismét olyan időket élünk, amikor a nemzeti összefogás nem csak a létezésünk és a megmaradásunk miatt kérdés, hanem az egyetlen egy lehetőségünk is. A történelmi helyzet ugyan aggasztó, de mi nem csüggedünk. Nem csüggedünk, mert úgy lesz, ahogyan megvan írva, és egyszer majd minden visszatér. A Kárpát-medence a Szent Korona oltalma alá kerül, és az itt élő nemzetek békét teremtő otthona lesz egyszer újra. Nagy Magyarország a mi hazánk, de ezzel most a miénk a történelmi felelősség is. Most mi élünk itt, ezen a magyar földön. Akarjuk és higgyük el, hogy mi leszünk azok, akik majd visszaszerezzük az ősi örökségünket. És ha már az aktualitás miatt most itt állunk az ukrán nagykövetség előtt, akkor innen üzenjük meg az ukrán diplomáciának, hogy menjenek le Jászberénybe, és tegyenek rendet az ukrán fejekbe, mert a türelem elfogyott, és ne várják meg azt, hogy mit tegyük meg helyettük, mert abban nekik nem lesz köszönet. Továbbá, mint a Magyar Önvédelmi Mozgalom vezetője, több százezer honfitársam nevében követelem, hogy a kormány mostantól szavatolja a magyar emberek biztonságát Magyarországon. Fékezze meg a gazdasági bevándorlást, amely lassan már veszélyesebb lesz ránk nézve, mint a cigánsághoz kapcsolódó közbiztonsági problémánk. A gazdasági bevándorlás nem csak a magyar munkavállalók életszínvonalát gyengíti, hanem napjainkra már komoly közbiztonsági és nemzetbiztonsági veszély forrásává is vált. Akkor igazságot Magyarországnak és szebb jövőt minden magyarnak! Vessen Trianon! Vessen Trianon! Vessen Trianon! Vessen Trianon!